sem utódja, sem boldog őse. Sem rokona, sem ismerőse, nem vagyok senkinek. Nem vagyok senkinek. Vagyok, mint minden ember, fenség, éjszakfok, titok, idegenség, lidérces messze fény, lidérces messze fény. De jaj, nem tudok így maradni. Szeretném magam megmutatni, hogy látva lássanak, hogy látva lássanak. Ezért minden. Önkínzás, ének. Szeretném, hogyha szeretnének, és lennék valaki. Lennék valakié. Hat újjal született Vátesként tekintettek rá, a tűz csiholója volt. A 100 éve elhunyt Ady Endrére emlékezünk a mai Ez itt a kérdésben. Jó estét kívánok, Sipos Szilvia vagyok. Vendégeink Schmidt Mária, Széchenyi díjas történész, a Terrorháza Múzeum főigazgatója, Mezei Katalin költő, műfordító, a Magyar Művészeti Akadémia irodalmi tagozatvezetője és Pap János színművész. Sirály volt a bús magyar vizeken, így búcsúztak 100 éve Aditól a korabeli lapok, Móri Zsigmond pedig a következő gondolatokat fogalmazta meg a költőfejedelem ravatalánál. Megilleti őt a lelkeknek minden hódolata, tömjénye és aranya. Embertestvérünk fekszik itt, akinek egész élete abban telt el, hogy ő sírta el a mi bánatunkat, ő átkozta el a mi átkainkat, szerette mi helyettünk az emberiséget, és ő szenvedett érettünk az emberektől. Ady Endre a próféta, a jós elültette a lelkekbe a jövendő világok gondolatát. Az idézet közben eddig soha nem látott felvételeket mutattunk Ady Endre 100 évvel ezelőtti temetéséről, amelyek október végén kerültek elő a Magyar Nemzeti Filmalap archívumi raktárának rendezésekor. Döbbenetes erejű felvételek, nem tudom, hogy találkoztak-e már a felvételekkel, ugye a napokban publikálták őket. Milyen megnéztem az interneten én is. Nagyon, nagyon furcsa volt, nagyon sokan voltak ott, ez is mutatja, hogy mekkora embernek tartották, mekkora művésznek és költőnek tartották már a koltársai közül is sokan. És hát 100 évvel később erre újra rácsodálkozni, nagyon örülök, hogy ezek a filmek előkerültek. Katalin? Megrázó volt számomra is, és tényleg az a mérhetetlen nagy tömeg ember, beláthatatlan embersereg, akik ott voltak a temetésen, ott állnak két oldalt, a vonuló koporsó vagy ravatal környékén, döbbenetes erejű. És valahogy egy ablakot nyitott arra a tragikus korszakra, mert azért 1919. januárja vagy februárja a magyar történelem egyik nagyon vészterhes időszaka. János? Én is a neten utána néztem és láttam a képeket. Ahogy Kati mondja, a kor az egyszerűen olyan költőt dobott a világra, a magyar költészetbe, aki, hát nem véletlen, hogy ennyire ünnepelték, hiszen egy formanyelvet, amit még Petőfi arany fémjelzett, fölrugott, elindított valami egészen újat, vadat, nem véletlen, hogy annyira megoszlott a megítélése, talán megosztik máig a megítélése. Abszolút, ami döbbenetes egyébként például újraolvasni akkor Kosztolányinak az elmélkedését róla, de aztán később is, hogy más nagy költők, Németh László, hogy írt róla, teljesen más aspektusból közelítette meg, szóval ez tényleg nagyon érdekes ez a megosztottság, és erről biztos, hogy fogunk tehát még majd beszélni. Az, hogy elmenni egy temetésre, az ember, van, aki szeret járni temetésekre, van, aki gyűlöl, és a sajátjára sem menne a legszívesebben, de
itt fontos volt, hogy ki mond beszédet, kik vannak jelen, kik fogják meg egymás kezét, és abban, hiszen minden halálnál az ember a saját halálára gondol is, és kik szorítják meg egymás kezét, és azt mondja, hogy mi még élünk, és itt vagyunk, és együtt vagyunk. Ez nem véletlen, hogy ekkora erejű volt ez a dolog. Még erről a kultuszról beszélünk, de engem azért nagyon érdekelne, hogy a sokféle Adiból, vagy az egyféle Adiból, aki nagyon sokféleképpen írta meg a témáit, melyik áll önökhez a legközelebb? Gondolhatok a szerelmi költészetére, az istenes verseire, a magyarsággal foglalkozó verseire, a forradalmi költészetére. Melyik áll önökhez a legközelebb, és miért? Vagy ki Adi? Melyik verse nagyon, nagyon ő az önök számára? Hát, nekem a fiatalságom legmeghatározó költője Adi, és azóta se enged el, tehát mindig visszatérek hozzá. Ha igazán előveszek valakit, akkor Adi mindig, és újabban Petőfi, ami furcsa, de egyre inkább. A számomra az Adiban részben, amit a művész úr is mondott, hogy egy teljesen új nyelvet teremtett, hogy mindig meghökkentő kifejezései vannak, amin el lehet gondolkodni nagyon hosszú ideig, és ahol minden együtt van, a büszkeség, a kivagyisság, az esendőség, a kiszolgáltatottság, az erő, a végtelen tehetség, ugyanakkor a szánalomra méltóság, tehát a teljes ember. És valójában nincs is olyan kérdése az életnek, amivel kapcsolatban ne találna az ember, ha egy picit lapozgat valamit, ami aztán lehorgonzik, és akkor elkezd gondolkodni. Tehát én nagyon sokat köszönhetek Adinak. Katalin? Nekem is a fiatalságom legnagyobb költői élménye volt. Minden volt, a szerelem, a befelé fordulás, a fiatal ember is ugyanolyan érzékeny és narcisztikus, mint Adi, hogy minden fontos számára, ami vele kapcsolatos. Ez nagyon rokon egy kamasznak a lelki világával, úgyhogy Adival keltem, Adival feküdtem, nagyon fontos volt számomra a költészete, egy nagyon szép és érzelmekkel teli arc is természetesen, és mai napig lenyűgöző az, hogy az Adi versek olyanok, mintha mindig lettek volna. Tehát egy döbbenetes, végleges megfogalmazás a dolgoknak, egyszerűen érzi az ember, hogy ezek a szövegek, ezek léteznek, ezek valahogy Adi által kerültek papírra, de ugyanakkor... De mintha öröktől fogva érvényes dolgokat mond, a legesendőbb témákban is. Vannak természetesen, ugye sokszor emlegetik, hogy egyenetlen a verseinek a színvonala is, vannak olyan versek, amik nem annyira ragadják meg az embernek a fantáziáját, az érzékenységét, de a legtöbb az nagyon közel. Most a Művészeti Akadémián a Vigadóban volt egy zenei és irodalmi est, és megzenésített Adi verseket, és el is mondták színészek a verseket. És az a, hogy úgy mondjam, az a tekintet nélküli őszinteség, ami ezekben a versekben megnyilatkozik, hogy nem szégyeli a betegségét, a gyöngességét, az ágyhoz kötöttségét, hihetetlenül meggyőző költészet. János, egyébként az is érdekes, nem is akarok a szavába vágni, csak felidézném, hogy egy Korzikához kapcsolódó önálló estjén Adi verseket társított ahhoz a tájhoz és ahhoz a tájhoz kapcsolódó történetekhez, miközben azért, mert azt mondta, hogy ez a legnehezebb szöveg, ami társítható hozzá. A vad Korzikához nekem Adit kellett mondani. Kati mondta, hogy egyenletlen a költészet, hogy vannak gyengébb versei is. Egy másik költőt idézek, Berzsenyi Dániel azt mondja, hogy
Én kiadtam gyengébb munkáimat is, mert nem volt meg bennem az a hiúság, hogy gyengébb oldalamat is meg nem mertem volna mutatni. És mert tudtam, hogy a legnagyobb zseniset teremtett csupa remekeket. Eléggé szerencsés, aki csak néhányat mutathat is. Mondja Berzsenyi. Most még egy másik költőt is idézek, másik nagyságot. József Attila azt mondja, hogy egy írásban, hogy élt, szeretett és meg fog halni. Minden, amit még magamról mondhatnék, csak ennek a részletezése. Na most ez Adira is igaz, de az ördög mégiscsak a részletekbe bújik meg, és hadd mondjak el egy pici epizódot, ami nekem meghatározó volt Adival kapcsolatban. Intés az őrzőkhöz. Azt mondja, hogy emlékek elmúlt nyarakon, Florence nyarán, és összekevertem, búcsúztató őszi Lidónak emlékei a hajnali párás díszkócos táncitermen. Hát egy díszkócos, egy ilyen jelzőt csak Adi tud találni. De mi ez az, hogy búcsúztató őszi Lidónak emlékei a hajnali párás díszkócos táncitermen? No, rövidre fogjam. Feleségemmel Velencében vagyunk ősszel, és reggelente a Vaporettohoz, a kikötőbe mentünk, hogy átmenjünk a városba. És egyszer egy őszi, ködös reggelen, ahogy indulunk a szállodából a kikötő felé, mintha valami húzta volna a szememet, hogy nézzek balra. Oda pillantok, Hungária Hotel és Étterem. Egy szecessziós épület. És én tudtam, hogy ott állok, ahol Adi állt, amikor a Lidón lakott Velencében. És ez a sor, ez onnan van, éppen kijött hajnalban, mámorosan a díszkócos táncitermből a Hungária. És ott ez az emlék belejön egy sorba, és ez egy olyan apró részlet, pedig az nagyon fontos lehetett ott Adinak az a pillanat, az a reggel, az a ködös, furcsa búcsúztató. Itt is a halál játszik bele, élt, szeretett és meg fog halni. Belejátszik ebbe a sorba, miközben ez a vers az intéz az őrzőkhöz, az élet él és élni akar, ugye egy másik sora. Miközben ő ebben a kettősségben feszült, az élet szeretete és a halál tudata. Kettőségekkel folytatjuk, de most egy vers következik, méghozzá Bújtor István előadásában a Percemberkék után című 1913-as költemény. Otthon bolondját járja a világ. Majmos, zavaros, perces, hittelen. Nagy súlyos álmok kiterít velem, fenn zűrös olcsó kis komédiák. Magyar Bábelnek ostoba kora, ments Atya Isten, hogy benne legyek. Engemet kötnek égbeli jegyek, és el kell, hogy jöjjön nászaink sora. Most percemberkék dálidója tart, de építésre készen a kövünk. Nagyot végezni mégis mi jövünk, nagyot és szépet, emberics magyart. Robogok honról rejtett vonaton, ebek hazája ma nem az enyém, s ha marad csak egy hívőm szent legény, még a holttestem is ellopatom. Ez a ricsaj majd dallá simulát, addig halottana vagy éberen pihenjen a szent, láss az értelem, még eltűnnek a mai figurák. Magyar leszek majd, hogyha akarom. Ha nem sutáké lesz itt a világ, s fölcsap minden szent és igazi láng rejtekből, ha vagy ravatalon. Egyes vélemények szerint értelmetlen napjainkban Adi Endre szemére vetni életformáját, emberi gyarlóságait, közéleti megnyilvánulásait, hiszen nem személyes életútja, hanem elementáris erejű költészete lehet például az utókor előtt. Mások, így például Raffael történész is nagyobb jelentőséget tulajdonítanak azoknak a szellemi és közéleti áramlatoknak, többek között a szabadkőművességnek, amelyek befolyásolhatták a korabeli művészeti társadalmat. De a maga korában Kosztolányi Dezső is fellépett az Írás tudatlanok árulása, Különvélemény Adi Endréről című írásában a túlzott adikultusszal szemben.
Megkérdeztük, mit gondol mindenről Hegyi Katalin, a Petőfi Irodalmi Múzeum főmúzeológusa, és Orbán János Dénes, József Attila díjas költő, prózaíró. Adi költői nagyságát soha nem kérdőjeleztem meg, ugyanis 14 éves koromban kezdtem el Adit olvasni, amikor semmit nem tudtam róla, sem az életéről, sem a kontextusról, amiben írt, tehát egyszerűen a szövegek nyűgöztek le, ami azt jelenti, hogy a szövegek annyira erősek és annyira jók, hogy nem szabad őket megkérdőjelezni. Sajnos, ahogy telt az idő és jobban megismertem a költő mögött az embert, úgy az emberről a véleményem megváltozott, tehát azt kell mondanom, hogy a jellemével voltak némi nemű problémák, és ez különösen a publicisztikájában nyilvánult meg. Adi publicisztikájában az a probléma, hogy mélységesen elfogultan képvisel egy olyan ideológiát, aminek valószínűleg maga Adi sem volt igazán a híve, tehát nagyon bűzlik emögött az, hogy megélhetési okokból írta ezeket. Úgy gondolom, hogy Ady Endre az a költő, aki a Bártesz szerepet, a Mersiás szerepet tudatosan és nagy öntudattal vállalta, és rendkívül okos volt, mondhatnám, hogy az okossága az a zsenialitás is egyben. Tehát ő valóban, hogyha a Jeremiás proféta életét nézem, vagy az ő szerepét, akkor Adi ebben a szerepben egy tökéletes formát hozott. És ennek megvan a hátulütője is, mert attól, hogy politikai publicisztikát írt, ezért állandó jelleggel a halála pillanatától előfordult az, hogy különböző csoportok, pártok kisajátították, kisajátítják. Én úgy gondolom, hogy ez teljesen mindegy, hogyha jó cél érdekében idézik Ady Endrét, akkor hál' Istennek, és úgy gondolom, hogy a versei annyira meghatározóak ma is. Persze lehet, hogy ezt az egész fiatalok nem így gondolják, de úgy gondolom, hogy egy idő után ők is eljutnak abba a korba, hogy a számukra is meghatározóak lesznek ezek a versek, hogy egy olyan magyar költő, aki egy hatalmas életművet hagyott hátra, és mindmáig érdemes forgatni. Hát ez az a vita, ami tulajdonképpen Adi életében és halála óta folyamatosan zajlik, folytatódik. Ki hogyan értékeli az elhangzottakat is, meg milyen szempontból gondolkodik mindenről? Irodalomtörténészt is kérdezem, színművészt is kérdezem. Én nem értem ezt a felvetést. Hát Adi faltól falig élt, egy zseniális művész volt. Hát persze, hogy nem példamutató családapaként és kispolgárként engedte az életét, de hát ki várja ezt el tőle? Hát akiben ilyen indulatok, ilyen elhivatottság munkál, mint benne, hát az meg is fizeti az életmódjával, meg az életével az árát. Tehát én nem értem ezeket, és hogy vannak gyengébb versei, persze, vannak rosszabb cikkei, persze, és hát, tehát olyan teljesítményt mondott a magáénak, olyan verseket írt, amelyek még évszázadokig a magyarságnak a büszkeségei lesznek. Olyan szinten tudta magában egyesíteni a magyart, mindazt, ami bennünk a legjobb, egy világpolgárnak a nyitottságával, a szemléletével, ami szerintem hosszú időkig is megmutatja a számunkra, hogy kell ezt a két dolgot egyesíteni. Uh-huh. Katalin? Én azt gondolom, ha 42 évét, életévét nézzük, a fiatalsága éveit ismerjük, és azt az életmódot, amit akkor a művészvilág Magyarországon, Budapesten azért elég általánosan
követett, tehát az éjszakázás hozzátartozott egy újságíró életéhez, hiszen a munkabeosztása olyan volt, hogy reggel tudta meg, hogy mit kell délután a nyomdába küldenie, tehát egy nagyon feszült, nagyon feszített élettempó, és azért azt hiszem, hogy mindannyiunk élete, fiatalsága első 20 évében nagyon sok olyasmi van, amit utólag, ha módunk van visszagondolni rá, tehát öregebbek leszünk, és meg tudjuk ítélni a magunk cselekedeteit, nem követnénk már el. De ő neki ez nem adatott meg, és mégis egy olyan belátó, egy olyan visszatekintő lelkiismeret furdalással teli ember volt, akinek csak a lírájában is mindenütt ott van a nyoma annak, hogy a legkisebb, ugye a Krisztus kereszt az erdőn, és azt írja, hogy 20 év után, ha most visszagondol, megemeli a kalapját, mert ugye arról szól a vers, hogy elszánoztak a keresztelőt anélkül, hogy a süvegüket megemelték volna, és mélyen megemeli a kalapját, visszagondol, és a lelkiismeret. Hát olyan emberbe, akiben nem él a lelkiismeret, 20 év után ez a gondolat fel sem merül. Tehát egy végtelenül érzékeny és erkölcsi mértékkel mérő ember volt, és más kérdés, hogy 42 éves korában meghalt. Nem volt módja már, úgymond azt a korszakát, a bölcsebb korszakát szenvedélyekkel teli, és szenvedélyekkel megkötött életet élt ebbe a 20 felnőtt évébe, amelyet mi úgy tekintünk, mint egy életmű foglalata. Tehát én ezt a fajta, én se szeretem a politikailag elfogult cikkeit, írásait, de hát a verseibe azért nem nagyon lehet belekötni ilyen szempontból. Egyébként ugyanazért nem szereti, amit elhangzott az ént a kisfilmben, tehát hogy egy ilyen megélhetési politikai sodródásnak tekintés azért, vagy más? Nem vagyok mélyen tájékozott ezekbe a dolgokba, de csupán szenvedélyből is elkövethet az ember elfogult írásokat. Tehát egy hirtelen jelenetsor, történetsor meggondolatlanul begyulladhatja az ember szenvedélyeit, és egy újságírónak, egy írónak minden sora árulkodó. Tehát ő nem mondhatja azt, hogy hát nem is mondtam, nem is írtam, mert ott van. Tehát egy végtelen dokumentált életpálya, aminek minden kilengését módunk van követni és megítélni. Na de az vesse rá az első követ, akinek annyira megfontolt és mérlegre tehető az első 20 éve. János? Én hihetetlenül szerencsés vagyok, mert az első találkozásom Adival úgy történt, hogy egyszerre kaptam meg Színét és Fonákját. 14 éves falusi gyerek vagyok. Igaz, az a falu Nikla, Berzsenyi faluja. Számtanóra elmarad, Ihász Tibor tanító úr bejön, és azt mondja, hogy nincs felelés, nincs számtan, fölolvasok nektek egy Adi verset. És fölolvasta a Fekete zongorát. Aztán elemezte, és mondta, hogy miért van ez a sor, ez a gondolat, miért, hogy. Majd elővette Karinthy Frigyes paródiáját, Adi paródiáját. Mi, a 13-14 éves falusi kölykök, kiestünk a röhögéstől a padból. Mert egyszerre mutatta meg nekünk Ihász tanító úr, ez egyszerre meghatározta nekem a viszonyomat, hogy Adit ne egy piedesztálon lássam, ne szobornak lássam. És ez még egy kis epizódot elmondok. Harmadéves vizsga, színművészeti főiskola, Krúdy Gyula Három Holló című egyfelvonásos a vizsga feladat, én játszom Adit. Lédát Bodnár Erika, a nagyszerű osztálytársnőm. Egy mámoros, bolond éjszaka jelenik meg a színpadon, lényegtelen. A lényeg az, hogy megcsinálom Adi maszkját. És Várkonyi Zoltán az osztályfőnök, ez egy vizsgafeladat volt, szünet utáni első darab. Szünetben odajött hozzám Várkonyi, azt mondta, papi, jöjjön ide. Adinak sokkal mélyebb kun szemei voltak. Hozzanak egy kis csokoládibarnát.
Valaki szaladt a sminkszobába, hozott egy tégely barna festéket, Várkonyi belemájorította a hüvelykujját, elkezdte árnyékolni a szememet, és közben mondott egy Adi verset. Egyszerűen olyan állapotba hozott engem, hogy úgy mentem a színpadra, hogy én vagyok Adi Endre, és ebben az éjszakában Lédával egy nagyon bolond beszélgetésem van éppen. Ez egy fantasztikus, szép egyfelvonásos. Tehát amikor versével találkozom, és megpróbálok belemélyedni, megközelíteni az igazságát, akkor egyszerűen nagyon fontos azt tudni, hogy az az állapot, amiben Adi Endre fogalmazott, érzett, gondolkodott, a betegség, az alkohol, az őt körülvevő világ, amire nagyon vadul reagált, azok mind megjelennek a verseiben. Az ő versei aztán igazán állapotversek. Ha már Lédát említette, Adi Endréről csak úgy elmondható, mint nagy elődjéről, Petőfiről, hogy őt sem érdekelte más, csupán politika és szerelem. Léda és Csinszka versein keresztül megismerhetjük két nagy szerelmi korszakát. A Léda versek a földi, a Csinszka versek az égi szerelem felfogást tükrözik. Előbbiben két ember szenvedélyes párviadalát látjuk, míg utóbbiban egy elégikus tónus dominál, az embertelen világgal és a halállal szemben menedéket kereső emberé. Adi Endre, és mégis megvártalak. Te még nem indultál el útnak, és engem űzött az unalom. Sok biroknak egy dühös láza száz iramú vadutamon. Szeretők és cimborák hultak, vesztek mellőlem sorba ki. De nem tudtak eloltani száz életet oltó fuvalmak. Lendületek és szünetek, tivornyák, villámlások, lármák, vakok voltak és süketek. Nem volt soha odaadásom. Valaki féltően fogott. Nem indultál, nem jöhettél még. S valójában nem lobogott életem még a poklokban sem. És eltemettek százszor is, és száz életből vígan tör ki egy teljes élet, mámor is. Újságos ízével a vágynak, pirulón és reszketegen hajtom, megérkezett, megérett, drága öletbe a fejem. És mégis megvártalak. Elképesztően élnek ezek a szavak, a szóképek, borzasztóan erőteljes a lírára, tényleg döbbenetesen hat. Na de ha azt mondom, hogy hat, akkor megint muszáj egy kicsit Kosztolányihoz visszanyúlni, legyen ő ma az opponens, aki ugye azt mondja, hogy pont arra utal, amiről egyébként Katalin is beszélt, csak más megközelítésben, hogy minden önmagára irányult, és túlságosan pozőr volt minden tekintetben, legyen szó szerelemről, legyen szó magyarságról, legyen szó istenkeresésről, hogy olykor üresen csengenek ezek a szavak. Mit gondolnak mindenről? Én azt gondolom, hogy Kosztolányinak, mint kortársnak, mint idősebb kortársnak voltak elvárásai a saját költészetével kapcsolatban, és bizonyos mértékig rávetíti Adi költészetére is. Kosztolányi a magyar lírában egy olyan természetes hangnak a megteremtője, ahol szinte a költői formációk utólag tudatosulnak az emberben, mintha élő beszédet hallana, mintha megszólítaná őt a Kosztolányi vers, miközben azt is szeretjük benne, hogy mennyi ékességet tudott olykor rím csodákat és alliterációs sorozatokat összehalmozni egy-egy versében. Ugyanakkor az a pátosz, ami Adi verseit jellemzi, az Kosztolányiban nem fedezhető föl, és minthogyha ez volna az, ami Kosztolányit nagyon irritálja Adiban, hogy önmaga ünnepét jelenti Adinál a vers és a költői szerep. Ő pedig igyekezett lejönni minden piedesztáról, és a szegény kis gyermek, vagy az egyszerű mindennapi értelmiségi ember megszólalásában egyetemeset alkotni. Tehát én azt hiszem, hogy az ő költői attitűdjük, arszpoétikájuk volt nagyon különböző, de ebben Adinak nagy szerepe volt, mert Kosztolányit már
költői kibontakozásában érte Ady lírájának a felfedezése, és Babicssal leveleztek is róla, hogy mennyire más az Adiféle versideál, mint az övék. Tehát az övék egy úgymond nyugatosabb, modernebb, Ady egy ősibb, az ősiségbe kötődő, a magyar verstan minden varázsát elő tudta hozni, anélkül, hogy ez nála egy elhatározás lett volna, benne volt a vérében. Ez az őserő, ez mit mondhat ma nekünk, ami Adiban van? A Kosztolányi egy hidegség, egy jég, és Ady meg maga a tűz, maga a zabolátlanság, és ez az, ami hat, ami egyszerűen magával ragadja az embereket. Tehát én azt hiszem, hogy a mai fiatal is elolvassa, akkor részben a nyelvnek a rettenetes újdonsága, varázsa, a kifejezéseknek a váratlansága, az rá is hatni fog, és az az erő, az az ős erő, amelyik szinte minden versében ott van. Már mondtam, hogy Petőfi az a másik nagy kedvencem, tehát ő írja, hogy az idő igaz, s eldönti, mi nem az. Tehát eldöntött, tehát száz év eltelt, száz éve, hogy eltemettük, és a kortársunk, és fontos nekünk, és benne van az életünkben, ez a bizonyíték arra, hogy ma is modern, ma is szól hozzánk, azokról a kérdésekről, azokról a problémákról, azokról az érzésekről, amikről ír, ahogy ír, az a ma emberének is ugyanolyan fontos, ugyanolyan sokat mond, és ugyanolyan jelentős élményt okoz. Az, ahogy ő akkor megjelent és gondolkodott a magyarságról, az akkor is ugyanekkora erővel robbant, nem? Abban a korszakban is hozott valamit, amit addig nem. Mert a magyarsága számára fontos volt, mert ő magyarként akarta elérni mindazt, ami számára fontos volt, amit kívánt a hazájának, amit elvárt tőle, amit elvárt saját magától. És ez az elvárás rendszer, ez a mindenáron ide tartozom, ez a sorsom, ezt akarom megélni, és ebből akarom a legtöbbet kihozni. És ez konfliktusos volt. Hát mindenki, aki újító, mindenki, aki valamit hoz, ahogy a művész úr már mondta, egy ellentmondásos személyiség, aki indulatokat váltott ki, nagyon sok támadás érte, ezt nehezen élte meg, minden ember érzékeny, minden embernek rosszul esik. Ezek egy olyan dinamikus gondolkodást indítanak el benne, nagyon sok ilyen verse van, a Hortobágy poétája, vagy a Felfeldobott kő, de hát mindenki ismeri ezeket, amelyek olyan kifejezéseket is megalkottak, amelyeket azóta is használunk, és ráutalunk a magyar ugarról, és mindarról, aminek mindenki, aki valami újat akar hozni, aki valamit javítani akar, szépíteni akar, aki egy kicsit kidugja a fejét a kortársak közül, azt még a legkiválóbbak, mint Kosztolányi is így ítéli meg, hát pedig Kosztolányi is egy óriás. János, mit gondolom? A fölvezetésben ugye elhangzott, hogy a szerelmi lírája milyen erős, és mennyire más a Csinszkához írott és a Lédához írott versek, mennyire mások. Nekem még ráadásul elválaszthatatlan tőle a megzenésített Ady versek világa. Reinicz Béla, a nagy baráta, aki szerintem csodálatosan érezte, hogy Ady mit fogalmaz meg, hiszen van ez a mondás, ugye, hogyha az ember el akar valamit mondani, akkor prózában beszél, hogyha az nem elég, akkor versben, hogyha annyira tele vagyok, akkor énekelek, és ha már végképp nem elég semmi, akkor táncolok, ugye? De ebben a fölépítésben Reinicz a zenével úgy gazdagította Ady költészetét, hát nekem az Őrizem a szemed, vagy a Héjanász az avaron, Reinicz-szal együtt zeng a fülemben. Az nagyon édes kis epizód volt, hogy feleségem nem szereti a megzenésített Ady verseket, egyáltalán a megzenésített verseket, és hát just is az egyik gyalogtúránk Kalmával
csak úgy a cappella elénekeltem neki a Héjanász az Avaron című verset, ugye útra kerünk, megyünk az őszbe, víjogba, sírva kerünk, két lankadt szárnyú héjamadár. A hozzáfűzni valója csak annyi volt, nekem nem lankadt a szárnyam. Folytatjuk a beszélgetést, de előbb az istenes versekről lesz szó. Adi valójában nem hitt a tételes vallásban, de a dogmatikus álláspontot az ellenkező oldalon sem fogadta el. Szabad gondolkozó vagyok, nyilatkozta. Az Isten az irodalomban című írásában ezt mondta, de nem ismerek szebb szabad foglalkozást, mint az Istennel való nyugtalan és kritikus foglalkozást. Versei személyes kapcsolatként mutatják Isten és az ember összetartozását. Ezzel folytatjuk, de előtte nézzük meg a Hiszek hitetlenül Istenben című verset Varga Huszti Máté előadásában. Adi Endre, Hiszek hitetlenül Istenben. Hiszek hitetlenül Istenben, mert hinni akarok. Mert sose volt úgy rászorulva sem élő, sem halott. Szinte ömölnek tört szívemből a keserű igék, melyek tavaly még holtak voltak. Cifrázott semmiség. Most minden. Minden imává vált. Most minden egy husáng, mely veri szívem, testem, lelkem, s mely kegyes szomjúság. Szépség, tisztaság és igazság. Lekacagott szavak. Ó, bár haltam volna meg akkor, ha lekacagtalak. Szüzesség, jóság, bölcs derékség, ó, jaj, be kelletek. Hiszek Krisztusban. Krisztust várok. Beteg vagyok. Beteg. Megállok, mint alvajáró, s eszmélni akarok, s szent káprázatokban előttem száz titok kavarog. Minden titok-e nagy világon. És az Isten is. Ha van. De én vagyok a titkok titka. Szegény hajszolt magam. Isten, Krisztus, erény, sorban minden, mit állítok. S miért állítok? Ez magamnál is. Ó, jaj! Nagyobb titok. Persze nyilván az istenes versekről is beszélünk most, de azért elhangzott még a felvezetésben egy kulcs szó. A szabad gondolkodó vagyok. És azt gondolom, hogy ebben bizonyos tekintetben minden benne van, és hát Németh László úgy fogalmazott, vagy arról beszél Adiról írott tanulmányában, hogy a nemzeti önismeret, most nem pontosan idézek, de hogy a nemzeti önismeret kulcsa Adi, és az ő verseink keresztül ehhez sokkal közelebb kerülhetünk, és azért is nézek Papp Jánosra, mert ön egyszer egy interjúban azt mondta, hogy az ön számára is a legfontosabb dolgok egyike az önismeret, és itt kapcsolódnék vissza az istenes versekhez, hogy az egy végtelen önismeret, a hitetlenségnek a beismerése, az azzal való foglalkozás, és közben a hinni vágyás, szóval ez számomra egy nagyon érdekes megnyilvánulása a szabad gondolkodásnak, mit gondolnak mindenről. Az ember egész életében perlekedik Istennek, keresi az Istent, és a hit nem könnyű. Tehát aki azt mondja, hogy az könnyű, az nem mond igazat, és Adinak a versei is ezt a keresést, ezt a perlekedést, ezt a reményt, hiszen a hit végül is arról szól, hogy reményt kapunk. Reményt kapunk arra, hogy valamit akar velünk az Isten, meg arra is, hogy lesz majd valami a halál után is. Ez az egyik legfontosabb dolog az ember életében, hogy ezekre a kérdésekre választ keres, ő egy választ kereső viszonyban van ezzel a kérdéssel, és a versei is, az istenes versei is ezt bizonyítják. Csak hogyha említi ezt a választkeresést, számomra azért itt
tűnik ki, vagy ebben és a szabad gondolkozásban benne van, hogy mennyire fölötte állt mindenfajta politikának bizonyos szempontból minden rendszernek, ami megpróbálja kisajátítani bármilyen módon. De ha nem lett volna szabad ember, szabad gondolkodó, szabadon gondolkodó ember, nem tudott volna ilyen műalkotásokat létrehozni. Csak a szabadság adja meg a lehetőséget arra, hogy valaki így tudja kifejezni magát, és így tud, ilyen kérdéseket tudjon feltenni, és ilyen megközelítésből, különböző megközelítésből próbáljon meg rájuk válaszolni, akit az előírások, a szabályok, vagy bármilyen konvenciók gúzsba kötnek, az nem fog tudni ilyen zseniális alkotásokat létrehozni. Ehhez szabadság kell. Aki írással foglalkozik, mind tudja, hogy milyen nehéz a gondolatainkhoz, az érzéseinkhez a megfelelő szavakat megtalálni. Hát még milyen nehéz, amikor Istenről beszélünk. Milyen nehéz megtalálni a szavakat. A legzseniálisabban nekem Berzsenyi találta meg a Fohászkodás című verse, úgy indul, hogy Isten, kit a bölcs lángesze fel nem ér, csak titkon érző lelke óhajtva sejt. Ezeket a szavakat összeválogatni, egymás mellé rakni, csak egy Berzsenyi zsenialitású költő képes. Ugyanígy küzdött ezzel a megfogalmazással Adi is. És az említett Korzika, hogy az nekem miért Adit vonzotta. Nem véletlen, hogy a végére azt az Adi verset tettem, amit most muszáj elmondanom fél perc. Az Ádám hol vagy című vers. Azt mondja, oszlik lelkemnek barna gyásza. Nagy fehér fényben jön az Isten, hogy ellenségét leigázza. Az arcát még titkolja, rejti, de napszemét nagy szánalommal most már sokszor rajtam felejti. És hogyha néha-néha győzök, ő járt, az Isten járt előttem. Kivont a kardját, megelőzött. Hallom, hogy lelkembe lépked, s az ő bús Ádám holvagyára felelnek hangos szívverések. Szívemben már őt megtaláltam és megöleltem. Egyek leszünk mi a halálban. Igen, erre mondanám, hogy nem csak szabad gondolkodó volt, de az egyik legnagyobb misztikus költőnk is volt. Nagy fehér fényben jön az Isten, ez a misztikus látomás, de ugyanúgy az Úr érkezése című versében, mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Tehát a misztikus költészet csúcsa Adi, és ez az, amiért mindennapi tapasztalatom, hogy a leggyakrabban idézett költő a református Adi a katolikus szószékeken is. Hihetetlen sokszor kerül elő egy-egy sora, mert olyan Isten élményről tesz tanú bizonyságot, amit nem lehet kitalálni, nem lehet elképzelni. Az a tényleges, átélt, misztikus Isten élmény ott van a verseiben, és talán párját is ritkítja a világ lírájában is ez a fajta hihetetlen, természetes beszámolója az Isten élményeiről. Egyébként Szerb Antal írja azt, hogy mindig megújuló kálvinizmusa van, jól lehet, nem hitt a dogmákban, de én meg hozzátenném azt a szót, amit gyakran aggatnak a kálvinistákhoz, hogy nyakas kálvinista, nyakas kereső, nem? És találó. Mert aki ezeket az élményeket leírja, teljesen egybeesik az összes misztikus leírt Isten élményekkel. A nagy fehér fényben csendesen, váratlanul átölelt az Isten. Nem, szóval csodálatosan hiteles Adi Isten élménye, és végtelenül egyszerű, és teljesen egybevág az összes Isten megjelenítéssel a misztikus irodalomban. Tehát ezt nem kitalálta, ezt átélte. Mi lesz? Mi lesz Adival? Mi fog vele történni? Mit gondolnak erről? Annyira sokat foglalkozunk most nyilván ennek az évfordulónak a kapcsán, de hogyan fog tovább élni? Hogyan fog alakulni az Adi kép? Hát
megmarad nekünk, hát nem tudunk nélküle meglenni, és ez most már szerintem így fog maradni. János? Balassi meghalt. József Attila meghalt. Hát Adi, hogy halna meg? Soha. Ahogy kérdezte Szilvi, hogy mi lesz Adival, az jutott eszembe, hogy és mi lesz velünk? Az lesz Adival is, ami velünk lesz. Adi a magyarság egyik emblematikus költője, és a mi felelősségünk is, hogy őt is éltessük, amikor élve maradunk, életben maradunk. Ez egy nagyon nagy és folyamatosan előjövő nagy kérdőjel, hogy a népek nagy harcában és versenyében mi lesz a sorsunk, és ugyanaz lesz Adi Endre sorsa is. Hát gondolkodjunk ezen. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Mi köszönjük a lehetőséget. Önök az Ez itt a kérdés látták. Ne feledjék, műsorunkat visszanézhetik a mediaclick.hu-n, valamint követhetnek minket a Facebookon is. Következő adásunkban a január 20-án elhunyt Andy Vajna filmproducerre, a Nemzeti Filmipar Fejlesztéséért felelős kormánybiztosra emlékezünk vendégeinkkel, korábbi interjú és filmrészletekkel. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!